Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Weighing her own influence as a musician against that of being an actor, Courtney Love admitted that there was a more bourgeois respectability to acting. But Meryl Streep doesn't know the sublime pleasure of standing in front of 10,000 people. And... Ja, előtt áll, és azt csinálja velük, amit akar. Making them do whatever you want. És nem az, hogy azt csinálja velük, amit akar, hanem azt csinál, csináltatja velük, amit csak akar. És ez a zene, ami lehetővé teszi a zenész számára, hogy a tömeget irányítsa és vezesse. Képzelje el mindenki, hogy mekkora hatalom van a zenében ezért hát. Minden zenész, aki eljutott a csúcsa, akár Magyarországon, akár akárhol, nem juthatott volna el oda, ha a, a világot irányító erő nem akarta volna. És ezt csak egyszerűen lehet az üzenetből tudni. Ez így volt Magyarországon, ez így van mindenhol. A külföldi nagy zenekaroknak, mint a Beatles például, vagy a Rolling Stones, Metallica, ezeknek megvannak a magyar primitív verziói vagy a Frank Zappa, Van Helen, ezeknek megvan a magyar Frank Zappa, meg a magyar Van Helen, ami, aminek az, akinek az a feladata, hogy azokat, akiket nem érdekel a idegen nyelvű, legalább legyen nekik magyar nyelvű szemét, amit hallgatnak, de az üzenet ugyanaz. Miért ugyanaz? Úgy tűnik, hogy a pénz motiválja az egészet, mint ahogy úgy is van. Az egyéneket könnyen lehet, hogy a pénz motiválja, de az egészet nem a pénz motiválja a pénz nem számít ebben. A, a, kérdés az, hogy ki kit szolgál, és ki kit tud a saját oldalára állítani. Az ellenség pedig mindenféle manipulációs technikát felhasznál azért, hogy az egész emberiséget félre tudja vezetni. A zene pedig ennek egy igen fontos eszköze, mint ahogy azt látjuk. Superstar Jimi Hendrix noted another

templomként működne, ahova megérkezik a nyáj, és aztán lehet azokat vezetni, ő pedig ennek a prófétája, vagy a papja. Mint ahogy elmondtam, hogy a, a, aki mondja, hogy ő ateista, meg a tudományba hisz, meg akármi, ennek ugyanúgy megvannak a papjai, megvan a dogmatikája, úgy mint ahogy a zenének és a profétája, és ezek az emberek azok, ők mondják... Sőt, hát van az a száma a hogy God is a DJ, amiben arról beszél, hogy this is my temple, és stb magazine, you hypnotize people to where they go right back to their natural state. És hipnotizálod az embereket, és azok visszamennek az ő természetes állapotukba. And when you get people at their weakest point, you can preach into their subconscious what we want to say. És amikor megfogod az embereket ez, ezen a legmélyebbi ponton, amikor a legmélyebre süljednek akkor képesek vagyunk nekik azt prédikálni, amit csak akarunk. Maga a nyelvezet, amit használ, az vallásos. Nem tudom, hogy észrevette ezt bárki más rajtam kívül. Azt mondja, hogy azt prédikáljuk, ugyanúgy azt az üzenetet tolmácsolják. Ez úgy gondolkodik róla, mint egy spirituális dolog, hiszen számukra ez egy spirituális dolog. Ők hisznek ebben. Az, amikor arról beszél, hogy transzcendens, vagy pszichedelikus, vagy transformáló, vagy átalakító hatású, ez mind vallásos nyelvezet. Az ember a vallás segítségével át tud alakulni. Ez is egy vallás, ez a New Age lényegében, aminek ők a papjai, és ezek a ceremóniák pedig a New Age-nek a miséi. És ez nem is áll olyan messze a valóságtól, hogyha belegondolunk azokra az úgynevezett azokba az úgynevezett transformációs fesztiválokba, amik olyan népszerűek manapság. A Rolling Stones magazin ír például itt 2016-ban már a hét legvadabb transformációs vagy átalakító fesztiválról, ugye a Burning Man, azt mindenki ismeri talán, de van a Shambala, gyülekezet is, és itt ebben a cikkben tárgyalják ezt a hét legvadabb ilyen jellegű összejövetel. Burning Man volt az egyik első ezek közül az 1990-es években, 1990-ben, ahol úgy fogalmazták meg, hogy ők azt szeretnék, hogyha ez a művészi káosz, amik ott uralkodnak, azok lehetővé tennék azt, hogy a, ahol elkezdődik ez a fesztivál, onnantól kezdve minden megváltozzon és minden más legyen az emberek számára. És van néhány alapvető elve ennek a fesztiválnak, kiemeltem ezek közül négyet. Az egyik a részvétel. A részvétel nagyon fontos, ugyanis az, az emberre sokkal nagyobb hatást lehet gyakorolni, hogyha úgy érzi, hogy ő egy résztvevője ennek a fesztiválnak. Ő építi meg például ezt a, ugye ezt a fa karaktert itt, amit aztán a fesztivál végén meggyújtanak, felgyújtanak. De nem ez az egyetlen ilyen a fesztivál során, hanem végtelen olyan program van, ahol az embernek részt kell vennie személyesen, fizikálisan ott van hogyha a tanulást vesszük, akkor kinesztetikus része a tanulásnak, hogy így bele van az ember vonva, ez nagyon hatékonyá teszi. Szóval ezért olyan az átalakító, átformáló hatás ezeknek a fesztiváloknak. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez Eljusson az üzenet, köszönöm.